Ja, meg a lényeget nem mutatom. Elmondanám, hogy a gulyibogyó fámat kiástam, most már itt visszametett fele föld téve. Egy 70-80 cm mély gödöt kell ásni, hogy gyökerestől, mindenestől normálisan ki tudja ásni. Ugye itt volt, csak fel árnyékba, fele napba, ez nem olyan akar így működni. Mindegy, és áttelepítettem ott ugyanúgy. 70-80 mély árkot, illetve gödröt ásni, és akkor kibélelni normál földdel, és akkor lerakni, és akkor beföldezni, beöntözni, hatalmas bambuszágakat, hosszúakat, így megcsináltam ilyen állványnak neki. Ja, hogyan? Ja, bocsánat, ez nem fényképezőgép, mindegy. Tehát, és jó késő, mert én marhát, ezt februárban kellett volna csinálni. De mindegy, hát úgy tűnik, hogy nem nagyon lett baja. Innét inkább egy kicsit megkonyultak ezek a levelek, meg ahogy fűztem be a bambusz közé az ágakat, meg csiptettem, meg kötöztem föl, hát rengeteg friss levélbimbó leszakadt, lepergett. Mindegy, a hunyor az már, nézd meg. Virágzott. Nem sokára a primulák is. Ó, itt már bujdogál. Ez a hunyor meg most fog virágozni. Ja, ezt onnét hoztam át. Tudom, amit mutattam neked, hogy... Ja, és dugdostam le. De az viszont már februárban a gulyibogyónak ágait is megerett mind. Elkezdtem csinálni ezt a fal melletti ágyást. Leszettem ugye a futókat. És... De nem tudom folytatni, mert itt meg ki kell ásni ezt a részt, ahol ez a csap van. Mert ha meg van nyitva, akkor bugyog föl a víz mellette. Úgyhogy ki kell ásni az egészet, megnézni, hol törött el, hol fagyott el a cső. Na ennyi.